Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ismét díszközgyűlést tartottak Győrben. Az ünnepségen díszpolgári címet vehetett át az Agrofit Kft. Két ügyvezetője, Csitkovics Tibor és Szekeres István tulajdonostársak. Mellettük pedig a Kölcsey Ferenc Általános Iskola nyugdíjba vonuló igazgatója, Jámbor László is átvehette az elismerést. A sort professzor dr. Ola Attila, a Petszaladár megyei oktatókórház osztályvezető főorvosa zárta, aki az elmúlt 30 évben végzett iskolateremtő munkásságának elismeréseként lett Győr díszpolgára. Ezt az iskolateremtést ezt itt Győrben szerettem volna, és nem más városban. Hosszú éveken keresztül minden felkérést, minden meghívást elutasítottam és elhárítottam. Soha nem bántam meg, hogy nem mentem el ebből a városból, sem akkor, sem utólag. És most ennek az elismerésnek a tükrében úgy érzem, hogy jót tettem. Nagyon jól gondoltam, hogy maradtam, és valóban most már azt is mondhatom, hogy itthon vagyok. Nagyon jó érzés győrinek lenni. A díszpolgári címek után a Próurbe Győr díjazottakat is szólították. Így oklevelet kapott dr. Báthy Andrásné, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Magyarországi Regionális Központjának vezetője, Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője, és Rót Kálmán, a Győri Etó Kézilabda Klub utánpótlás bázisának szakmai igazgatója. Tavaly évben megkaptam a magyar kézilabdázásért kitüntetést. Azt gondolom, hogy ennél már csak egy nagyobb, magasabb szintű kitüntetés van az életmű díja kézilabdába. Ennek nagyon örülök ennek a díjnek, ahogy elmondtam, elsősorban azért, mert a Győr nekem szívem csücske, ha az országban engem már nem is hívnak, mert tudják nagyon jól, hogy én annyira ide kötődöm, hogy én nem megyek el máshova edzősködni. Amikor valaki azt mondja, hogy Róth Kálmán a magyar kézilabdázásban, az azonosítja Győrrel, és én erre nagyon büszke vagyok. A 2019-es évben is díjazták a sajtóképviselőit is. Idén a Győr Plusz Média ZRT munkatársa Varga Zita Vágó, valamint Molnár G. Tamás, a Magyar Televízió győri operatőre vehette át az elismerést Borkai Zsolttól.